Ebben az esztendőben is átadják az államalapító Szent István királyunkról elnevezett Szent István emlékérmet és díjat. A mai sajtótájékoztatón Csurgai Horváth József, az alapítvány tagja és Pányi Antal megyés püspök, a kuratórium elnöke hangsúlyozta, hogy a díj a hit, az erkölcs, az emberség és az alázat elismerése, aminek a mindennapok adnak megerősítést, és amelyhez magas szintű szakmai munka társul. 18. alkalommal adja ki ezt a díjat a kuratórium, és úgy gondolom, hogy ez alatt a 18 év alatt igazán kiváló alkalmak voltak, kiváló személyiségek kapták meg ezt a díjat, olyanok, akiknek az életén valóban látszik a Szent Istváni értékrend, látszik a közösség szolgálatának elkötelezett végzése. A díjat ebben az esztendőben Juhász Judit, a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője, a Katolikus Rádió egykori vezetője veheti át, akinek életútja példa arra, hogy miként lehet felelősséggel továbbvinni Szent István örökségét, megőrizve a hagyományokat, segítve a jelenkort és a jövő nemzedékét ebben. Olyan szemét kerestünk, aki a közösséget szolgálta, akinek fontos volt a magyar múlt, a magyar jelen, a családoknak a helyzete és élete, és akik számára küldetés volt a magyar nyelv őrzése, szolgálata, a szép magyar beszéd tanítása és képviselete. Idén is egy olyan személy kapja ezt a díjat, aki a közösséget így szolgálta, hosszú éveken, évtizedeken keresztül, sokféle módon, sokféle feladatot vállalva és ellátva, és ez a személy idén Juhász Judit lett. A szeptember 16-ai díjátadó egyben megerősítés, mert az alapítvány kiemelt célja továbbra is a Szent Istváni keresztény értékrend megismertetése és elfogadtatása a társadalom széles körében, valamint bemutatni és példaként állítani az ilyen életet élőket a város és az egész magyar nemzetközösség tagjai számára.